Hát a mögött itt van az első vasútvillamos a Magyar Vasút, illetve Magyarország egész történetében. Nagyon fontos, hogy ez két nagyváros helyi közösségi közlekedési rendszerét köti össze egy nagyvasúti hálózaton, tehát kiszolgál két nagyvárosban a helyi közlekedést és egy helyközi városok közötti közlekedést is. Ez egy nagyon speciális jármű, hiszen a városban, Hódmezővásárhelyen villamos üzemmódban, és a két város között pedig dízel üzemmódban 50 km/h tud közlekedni a városokban, és a két város között pedig 100 km/h sebességgel. Azt lehet mondani, hogy a legjobb közlekedési kínálatot fogja adni most ez Hódmezővásárhely és Szeged között, hiszen a két város középpontja között ezt a távolságot az 37 perc alatt fogja megtenni. A közúton erre nem képes sem az egyéni közlekedés, sem autóval nem tudjuk ezt, főleg, hogyha csúcsforgalomban közlekedünk, sem busszal nem tudjuk ezt tartani. 12 jármű fog megérkezni, 15 percenként fogják követni egymást, tehát azt lehet mondani, hogy ezt a 10 000 főt ezt kényelmesen el fogja tudni majd szállítani. Körülbelül annyit jelent egy településnek, mint amennyit jelentett a 19. században a vasút megjelenése. A társadalmi mobilitásban, a közlekedésben, az életminőségben, a komfortérzetben sokkal jobb lesz minden hódmezővásárhelyének. Azt tudom mondani, hogy ez egy olyan beruházás, amely minden hódmezővásárhelyi család életét fogja érinteni. A hétköznapi életben nagyon nagy jelentősége lesz, hiszen képzel, hogy több ezer gyerek, több ezer diák indul gimnazista és egyetemista minden reggel, például Hódmezővásárhelyről Szegedre, vagy éppenséggel rengetegen járnak a szegedi klinikákra gyógyulni, sokan szeretnének szórakozni, menni Szegedre, vagy Szegedről nagyon sokan jönnek dolgozni, vagy kikapcsolódni Hódmezővásárhelyre és térségébe. Minden családnak az életét könnyebbé és jobbá teszi. Ma úgy kell számolni, hogy ha valaki Hódmezővásárhely belvárosába elindul és Szeged belvárosába akar menni, akkor egy 50-55 perces időt tömegközlekedéssel számolni kell. Ez 35 perc lesz, és föl tudja tenni a diák a biciklét, és biciklével mehet az egyetemre. Modellezni kell ennek a projektnek a társadalmi, gazdasági és a költség következményeit is. Ugye itt párhuzamosság van, hiszen van egy nagyon erős közúti forgalom a két város között, négy sávos autóút köti össze a két várost, amiért szintén nagyon sokat harcoltunk annak idején. Van egy volánforgalom, nagyon sűrű volánjárattal, és most van egy kötött pályás modern forgalom, ami a legkörnyezetbarátabb és a legkomfortosabb közlekedést teszi lehetővé a két belváros között. Ez most versenyez egymással, egy év után látni fogjuk, hogy melyik tetszik a legjobban a választópolgároknak, és ez alapján dönteni lehet majd, és lehet modellezni a budapesti elővárosi közlekedést, vagy éppenséggel Szombathely Kőszeg összekötését, például meg lehet nézni Nagyvárad Debrecen összekötését, lehet beszélni Miskolc és a környékbeli települések elővárosi villamossal, vasútvillamossal való összekötéséről, és ami a kormány konkrét célja, Szabadka-Szeged-Vásárhely vasútvillamossal való összekötése, aminek első lépése már jövőre megvalósítható, hiszen helyre fogjuk állítani Szeged és Szabadka között a vasúti közlekedést, amiből vasútvillamost fejlesztünk néhány év alatt, tehát a 20-as évek közepén Szabadkáról Szegedre villamossal menni, vagy Vásárhelyről Szabadkára kikapcsolódni, menni az ottani állatkertbe, az nem okoz problémát.